az írci asszonyokat kérdeztem arról, hogy mit főznek karácsonykor. 25-én semmit, mert Annus mamához megyünk Pénzesgyőrbe, ahol dőzsölni fogunk és megpusztulni a rengeteg finomságtól. Még én is ezek süteményt pedig nem szoktam. A 26-án pedig, amit majd a gyerekeim kérnek. Jó kis halászlét meg székelykáposztát. Húsos káposztát. Valami különleges recepben? Nincsen. Hát miután ez mindig egy családi vacsora szokott lenni, ezért felét a lányom főzi, felét én. Én többnyire a halat szoktam megcsinálni, az idén párolt harcsa lesz és rántott harcsa, majd körettel, amit a család kitalál, hogy mit szeretne hozzá. Nálunk szenteste hagyományos a halászlé, a rántott hal. Különlegesség a receptben? Hát a bájgli sütemény. A szenteste, aztán ugyanúgy a töltött káposzta, meg a kacsasült, párolt káposzta, ezek a megszokott ételek, amit várnak már mindig a rokonság minden. Tyúk húslevest, házi metéttésztával, vörös káposztából díszített káposztát, kacsacombal és töltött karajt. Tehát halászlét készítünk, halat rántunk, meg csirkét fogunk rántani, meg pulykát, krumpli, rizs, káposztasaláta, bejgli, egyéb apró sütemények. De karácsonykor hagyományosan halászlevet csinálunk. Másodiknak általában valamilyen szárnyas szoktunk csinálni, mindenféle húsokat. A gyerekeknek külön szoktunk harudacskákat, hasonlókat csinálni, igazából rengeteg sütemény van, úgyhogy karácsonykor nagy a kínálat. Halászlé, szabolcsi töltött káposzta, rántott hús. Szenteste végül is a hal jön terítékre, vasárnap pedig a finom sült hús, a pulyka, szintén a sült pulyka. A bejlit már megsütöttük, úgyhogy ez megvan. Házi dióból is. Hát nem házi mágból, de nagyon finom, viszont sárga barackos lekvárral. És töltött káposztát fogok főzni, halat nem annyira, hanem inkább rántott húst. Főtt krumplival, egészen egyszerűen, mert már nagyon régen nem ettünk. A délután rántott hal lesz krumpli salátával, ez szokott lenni mindig. Másnap meg sült kacsa lesz, lilakáposztával, párolt káposztával, krumplival. Ha sikerül a beigli, akkor beiglivel.